És akkor rejt, indulj! A télapó vezényletével indultak útnak a résztvevők az advent második vasárnapján szervezett Mikulás futáson Atalában. Több tucat mozogni vágyó fiatal és felnőtt szaladt végig a faluban, Mikulás sapkában a fejükön. Ez volt ugyanis a részvétel feltétele. A célba érkezőket forró itallal várták a szervezők. A parkban kézműves vásárt rendeztek, több mint 10 árus kínálta portékáját az érdeklődőknek. Atala életében katolikus falu lévén nagyon fontos szerepet játszik a karácsonyi időszak, az adventi időszak. Ezt mindenféleképpen minden évben úgy kezdjük, hogy a Betlehem megépítése megtörténik az atalai főtéren. A közfoglalkoztatottak, illetve segítők segítségével ezt megépítjük, és aztán advent első vasárnapja az, amikor este összejövünk, és a Vince atya megáldja, megszenteli a Betlehemet, és aztán egy nagyon jót végre tudunk beszélgetni egymással. Azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon fontos. Most is elég sokan voltunk a Betlehem szentelésen, és nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok gyermek is eljött rá. A mai nap folyamán került megrendezése másodjára most már az adventi vásáratalában. Ugye tavaly sajnos a pandémia miatt nem tudtuk megrendezni. 2019-ben volt az első ilyen vásárunk, most pedig megrendezzük a másodikat. Azt gondolom, hogy nagyon klasszul fog sikerülni, nagyon sok árus, több mint 10 árus vesz részt a vásáron. A vásáron a Mikulás is körülnézett, és barátkozott a gyerekekkel. Köszönöm szépen, kicsit fáradtam már, mert tegnap is itt a faluban már 110 gyereknek adtam ki csomagokat. Ma meg szerveztünk itt ilyen kis Mikulás futást, ilyen, hát ilyen közel 100 ember szaladgált végig itt a falun. Mindenkinek tudunk egy kis ajándékot adni. Minden gyerek nagyon örül. Hál' Istennek az idő is kegyes velünk. Igaz, hogy a szánomat nem tudtam használni, de azért megoldtuk, hogy itt vagyok. És akkor még annyit mondanák, hogy hétfőn az óvodába és az iskolába is ellátogatok, és minden gyereket meglátogatok. Az Együtt Atala Jövőiért Egyesület idén is elindította adománygyűjtő akcióját. A felajánlásokból a településen élő nehéz helyzetben lévőknek szeretnének segíteni. Tavaly rendeztük meg először ezt az adománygyűjtést, így az adventi időszakban. Nagyon nagy sikere volt. 57 csomagot sikerült kiosztanunk karácsony előtt a faluban élő, elsősorban idős rászoruló lakóknak, illetve nagycsaládosoknak. Nagyon nagy örömmel fogadták ezt, úgyhogy reméljük, hogy az idén is ilyen nagy sikere lesz. Tavaly nagyon sokan, körülbelül ilyen 30-35 család támogatta ezt a gyűjtést. Volt, aki kisebb, volt, aki nagyobb adománnyal, voltak helyi vállalkozók, akik egy kisebb összeget ajánlottak föl, volt, aki nagyobb összeget, és akkor abból tudtunk vásárolni tartós élelmiszert. Az egyesület tagjai viszik ki a csomagokat. Az önkormányzattól megkapjuk a rászorulóknak a címét, nevét, hogy ki az, aki örülhet ennek a csomagnak, és akkor az egyesület tagjai szabad idejükben kiviszik ezeket a csomagokat. Karácsonyig még számos rendezvénnyel várják a falu lakóit Atalában. A település idén is csatlakozott az élő adventi kalendárium programhoz, így a gyerekek szüleikkel együtt minden nap egy feldíszített ablakot kereshetnek meg a faluban. A cél, hogy közösen hangolódjanak a karácsonyra, és összekovácsolódjon a közösség.